Magyarország az egyetlen olyan uniós ország, amelynek még nem hagyták jóvá a nemzeti helyreállítási tervét. Ez 5,9 milliárd eurót jelentene az inflációval és a magas energiárakkal küzdő országnak. A pénzt azonban az Európai Bizottság a korrupciós helyzet és a jogállamisági aggályok miatt befagyasztotta. Közben az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást, amelyben kimondják, Magyarország többé már nem demokrácia, hanem választási autokrácia hibrid rezsimje. A jelentéstevő szerint az ukrán háború még jobban aláásta a Magyarországgal szembeni bizalmat. Az ukrajnai háború hatással van arra, hogy Magyarország hogyan működik a tanácsban a többi tagállammal. Ez az igazi probléma, amivel szemben állunk, ami érinti az Európai Unió szuverenitását, biztonságát és az Oroszországgal való kapcsolatát. Nagyon aggódunk amiatt, hogy Magyarország ezt aláássa, mert Magyarország talán inkább Putyin és Oroszország oldalán áll, mint az ukrán oldalon. A magyar kormánypárt EP képviselői szerint azonban ez csak bajkeverés. Orbán Viktor kormánya egyebek mellett egy független, korrupció ellenes testület felállítását is vállalta. Az ígéreteket jövő héten törvényformájában is előterjesztik. Ez, amit látunk, miközben az Európai Bizottság és a magyar kormány között megy egy konstruktív tárgyalás. Aközben itt megbélyegzés, uszítás zajlik, problémakeltés zajlik. Megint egy újabb diktátumot akarnak elfogadni és fogadnak el holnap. Köszönjük szépen, nem kérünk ebből a diktátumból. Az EB képviselők javasolják, hogy valamennyi Magyarországnak járó uniós forrás zárolják, amíg nem orvosolják a problémákat. Az Európai Bizottságnak már csak néhány napja van arra, hogy előterjessze állásfoglalását a magyar ígéretektől, vagy zöld utat adnak, vagy pénzt vonnak el Orbán rendszerétől, de az is lehet, hogy még egy kis haladékot biztosítanak.